Most már a külügyminisztériumban is egy utafutszálós csapat. Most Szikora Leventéről, becenevén Levesről derült ki, hogy egy hónapja a Kereskedelemfejlesztési és Promóciós Kft. Felügyelőbizottsági tagja, de havi 750 ezerért tanácsokat is ad a befektetési ügynökség elnökének. Ezt a céget az a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT hozta létre, amelynek vezérigazgató helyettese a villámkarriert befutó Kun Gábor. Ahogy Dunakeszin csapattársai hívják, Kunci havi 850 ezeret keres. Ő Szijjártó Péter kvázi kabinetfőnöke, azért kvázi, mert nincs diplomája, bruttó 885 ezer forintot kap havonta. Monspart László is a külügyminisztériumban dolgozik, a parlamenti kabinet munkatársa, havi bruttó 350 ezerért. Temő, civil nevén Temesi Norbert, 400 ezret keres havonta, ő protokoll referens. Hacker Gábor a miniszterelnökségen dolgozik, 230 ezer forint üti a markát. Andréka Domonkos is ott pózolt Szijjártó Péterrel a kapuban, ő volt a Dunakeszi Kinizsi ügyvezetője. A miniszterelnökség gyakornokából, Orbán Viktor WC ellenőrzőjéből lett a külügy protokoll főnöke. Szóval a Szijjártóról én már annak idején mondtam, hogy egy ilyen embert felelős pozícióba helyezni egyszerűen katasztrófa. Aki kétballábas, kripli, szemüveges és csapatkapitány lesz olyan csapatban, ahol három válogatott játékos van. Mi a baj a szemüvegesekkel? Hát, na, én le is veszem a mindegy. Szemüvegbe ki látott már maga futballozni? Kontaktlencsével, igen. De mindegy, nem ez az érdekes, hanem a házi gólövő listán második helyre került, úgyhogy rugatták szerencsétlen a gólokat. Na most, ez pontosan olyan volt, ezt meséltem már, amikor nekem Bridge Európa bajnokkal kellett játszanom, kezem-lábam remegetés, és nem ismertem játszani, mert méltatlan egy Európa bajnok a szemben egy ilyen outsider Bridge-el jár. És a Szijjártó csapatkapitány volt, három válogatott játékos szolgálta ki, hogy ő legyen a második, azt hiszem, lehet, hogy első, inkább második volt a helyi gólövő listán, hogy egy ilyen ember miniszter legyen, hát ezt egyszerűen nem akarom elhinni. A másik része a dolognak milyen hangulat lehet abban a külügyminisztériumban, ahol jön jönnek ezek a figurák. Hadd ragadjam magam, hogy igen, akkor én azt szólt, hogy hátra tudok újat mondani. Tehát én szerintem itt eléggé felhígul ezzel az egész kormányzati apparátus és a maga a kormánynak a képviselői. Erről most sokat lehetett olvasni az interneten. Igen, de ugye például Martonyi János után átvenni ezt a külügyminiszteri posztot, hát ez enyhén szólva is egy minőségileg egy elég komoly visszaesés, de itt ugye más kritériumok azok, aminek alapján gondolom Orbán Viktor mostanában a kormánytagjait, illetve a közvetlen környezetét kiválasztja, itt a bizalom, ami a legfontosabb számára, és a feltétlen hűség. Szijjártó Péter ezeknek a kritériumoknak maximálisan megfelel. Az természetes, hogy ennek megfelelően válogatja ő is a munkatársait, és hát honnan, mint a legjobb barátai, legjobb ismerősei a futszál csapatából. Az, hogy ez milyen minőségi visszaesést jelent, az pedig az ország nemzetközi elismertségéből, illetve fogadtatásából pontosan le tudjuk mérni. Milyen érdekes dilemma, ugye, hogy azon tűnődünk, hogy mi jobb az országnak, hogyha az ország számára vállalhatatlan konfrontációkat Amerikával, az EU-val, a NATO-val, azt egy szakember a maga szakmai kultúrájával képviseli, lásd Martonyi, vagy jön ez a dilettáns, aki ha kap egy non-papert, akkor azt mondja, már ugye ilyen diplomáciai iratot, igen, arra rögtön fecnizik, ugye magyarán megmondva különbséget nem tud tenni a valódi fecni és egy diplomáciai irat között, illetőleg, hogy megint csak azt mondom, hogy megint ez a politikai bulvár, hogy most azon rugózunk, hogy most már valóban összejött a futszál csapat a külkereskedelemmel megbízott, nem tudom én milyen minisztériumnak, a Cserékkel egyetemben, ugye a szabályoknak megfelelően, előbb-utóbb valószínűleg stadiont is fognak nekik építkezni, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy professzionális, gyakorlott karrierdiplomatákat rúgnak ki, ami már, legyünk őszinték, így is egy kontraszelektált társaság, már többször kirúgt, több garnitúrát kirúgtak, és többet tettek a helyére, de mondjuk még
feltehetőleg olyanokat, vagy olyanokat is, akik értenek a diplomáciához. Azért azt is tegyük hozzá, hogy a többször kirúgottak között azért többségében a moszkvai iskola képviselői voltak. Tehát a rendszerváltáskor azért a külügyminiszter azért nagyon bizalmi terület na volt. Most, és na most ezt úgy mondtad, mint a mintha leprásokat mondtál volna. A moszkvai, leprásokat, azért vannak fenntartásaim különféle nemzetbiztonsági és egyéb az kétségtelen, viszont egyéb szempontokból nem biztos. Na most erre azt mondom, hogy Moszkvában minden elképzelhető volt, még az is, hogy beszerveztek valakit, de az, hogy Moszkvában diplomáciát tanítottak, nyelveket tanítottak, és hogy a moszkvai diplomata képzés az ma is nemzetközileg egy elismert ez az egyik legvonzóbb egyetem a világon. Szemben azzal, hogy valaki a pécsi, nem tudom én, kesztyűgyár csapatának volt a szóvivője, mondjuk ez, hogy a kettőt mondjuk egy lapra próbálom, vagy egy oldalra próbálom, vagy össze akarom mérni, akkor erről nem beszél. Arról nem beszél, vagy természetesen egy diplomata az egy dolgot biztosan megtanult Moszkvában, hogy a diplomatának lojálisnak kell lenni az őt küldő országgal. És az őt küldő ország ebben az évben Magyarországon, ennek vannak mindenféle szakmai kritériumai. Ezzel lehet elégedettel az ember a munkájával, vagy nem. De itt a munkáról van szó, és nem egy politikai irányultságról. 20-valahány évvel a rendszerváltozás után alig hiszem, hogy Moszkva ügynökei ültek volna a különböző nagykövetek. Ez nem is a mostani hullámra van. Nekem is az a dilemmám, hogy tényleg ne áltassuk magunkat, hogy mindenki az országához, illetve a főnökéhez lojális. És ugye a Martonyi, a Navracsics vonal után most ugye az atlantistákat távolították el, de kik jönnek? Tehát, hogy számomra az a legijesztőbb, hogy tényleg elhiszi Orbán Viktor, hogy ehhez nem kell semmiféle szaktudás? Mert azt elhiszem, hogy egy váltást akar, és mondjuk a keleti nyitáshoz jobban értő, vagy afelé nyitottabb embereket, de hát ehhez is kellene valamilyen tudás, és ezt nem értem, még akkor is, hogyha most a külgazdaságból, a gazdaságon van a szakértelem az egy kommunista trükk. Bolsevik trükk. Így van, tehát Orbán Viktor nem vitatkozni akar itt a különböző külpolitikai szereplőkkel, illetve a külügyéreivel, hanem meg szeretné szabni az irányt, és ő ebben nem vitatkozni akar. Ott volt a baltás gyilkos. A külügyminisztérium nyefeget, sírdogás, nem kell itt szokogot, vitatkozni, hiszen van egy irány. Safarov megy. Jó, nézzük a harmadik filmet.